Európa egyik legnagyobb alumínium hengerművében, az Arconic kőfémben az elmúlt napokban sztrájk volt, mégpedig azért, mert a munkavállalók jogos követeléseit egész egyszerűen nem hallgatták meg. Most arra úgy tűnik, hogy a sztrájknak vége, és egy átlagosan 10,8%-os béremelést sikerült kiharcolniuk. Ez azt bizonyítja, hogy igenis van értelme annak, hogyha sztrájkolnak a magyar dolgozók, van értelme annak, hogyha ellenállnak, azonban egy-két információt, ami birtokunkba jutott, mindenképpen meg kell osztanunk a nyilvánossággal, mégpedig az, hogy jóval hamarabb megszülethetett volna ez a megállapodás, de az egyik külföldi, francia felső vezető azt mondta, hogy ezt nem engedélyezi, majd ő megmutatja, hogy hogyan kell tárgyalni a magyar dolgozókkal. Ennek ellenére a megállapodás megszületett, azonban nagyon sok gyári dolgozó úgy látja, hogy ez az átlag 10,8%-os béremelés, ez nem mindenkinek elegendő, mert mint mondtam, átlagról van szó, van olyan munkavállaló, akinél ez csak 4% béremelést jelent, és a tekintetbe vesszük, hogy 300-350 ezer forintot keres bruttóban, így ez finoman fogalmazva sem elég, és nem infláció követő, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom szolidaritásáról biztosítja a gyár dolgozóit, és azt gondoljuk, hogy fogunk még hallani az ott történt, és a Mi Hazánk mozgalom mellettük áll, úgyhogy az eszközeinkhez mérten segíteni is fogunk nekik.